az axolot. A Föld egyik legfurcsább teremtménye az axolot, vagyis a mexikói sétáló hal. Manapság egyre népszerűbb akváriumban tartható kedvenc. Különösen az albinó fajtája, az ő teste és szeme halvány rózsaszín, kopoltyúja ragyogó vörös. Mosolygós pofiuk körüli bojtjaikkal ilyen édes babaként tekintenek ránk, és bár vigyori ábrázatuk barátságos megjelenést kölcsönöz nekik, kizárólag nyers húst evő ragadozók, ezért mások szerint inkább cuki vízi szörnyek. Az biztos, hogy már-már űrlényszerű állatok. Zsákmányukat például beszippantják, fogaik nincsenek. Különlegességüket pedig fokozza, hogy ha az axolot megsérül, akkor meggyógyítja magát. Például, ha elveszíti egyik végtagját, akkor az minden gond nélkül visszanő. Ilyen esetekben történhet olyan, hogy egy axinak 5 vagy akár 6 lába is lesz. A természetben mára igen ritkák, csupán egyetlen tóban élnek Mexikóban. Szerencsére viszont akváriumban nagyon könnyen szaporíthatóak. Az axolot eredeti vad színváltozata a barna, szürkés-zöldes árnyalatokkal, de mára már számtalan látványos tenyész változata létezik, akár aranyszínű, de még kék is. Az egyik legbonyolultabb nevű háziállat, akit emiatt számos mulatságos névvel illetnek. Úgyis, hogy axihal, mexikói vízikutya vagy mosolygós hal, utalva rá ezzel, hogy nem teljesen világos, miféle szerzet lehet. Az axik többfajta állathoz hasonlatosak, miközben valójában egyikük sem. Mindelőször is ugye a halakhoz, de igazából tőlük állnak a legtávolabb. Ha nem hal, akkor esetleg ebihal, amiből a béka lesz. Ez már jobban igaz, hiszen az axolot is kétéltű, képes a víz alatt és a szárazföldön is lélegezni. De az ebihalaknak kiskorukban nincsen lába, az axolotnak pedig van, így olyan gyíkformájú a kinézete, igazából pedig se nem gyík, hanem gőte, sőt, még tágabban olyan szalamandra, amely sohasem nő fel. A legtöbb szalamandra faj vízben megkezdett életét ugyanis a szárazföldön folytatja. Nem úgy az axolot, amely örök ifjúként megmarad az eredeti közegében. Ha az élő helyéül szolgáló tó kiszáradna, képes lenne tüdőt növeszteni és tovább élni. De ez a valóságban szinte sosem történik meg. Még az akváriumból sem szabad kivenni. Egy kivétellel, és ez pedig a legmegdöbbentőbb érdekességük.
hogy a beteg axikat egyenesen a hűtőszekrénybe szokás rakni a lábadozás alatt. A hűtőzés kellékei csupán egy edény, amiben az axi elfér, szellőző tető és friss, hűtött víz. Ezáltal minden ereje a regenerálódásra megy, és előbb gyógyul meg. Egészen különleges állatfaj. Olyan dolgokra képes, amelyekről az emberek csak álmodni mernek.